Országos bajnokságot és karácsonyi táncgálát rendez a ProArteli Táncakadémia. Skúce Török György Melindát kérdeztük a részletekről. Országos bajnokságot, karácsonyi gálát és nemzetközi tábort is szervez a közeljövőben a ProArteli Táncakadémia. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Skúce Török György Melindát. Köszöntelek, akkor kicsit beszéljünk ezekről a közelgő eseményekről, a rendezvényeitekről. Igen, úgy néz ki, hogy a decemberünk az nagyon mozgalmas lesz, és itt a karácsonyi hangulatban ugye először egy versennyel kezdünk, ami december 2-án lesz, egy országos bajnokság, úgyhogy többféle városból érkeznek ide a párosok, többféle kategóriában, úgyhogy nagyon várjuk, és biztos, hogy nagyon jó lesz a hangulat, mert több gyerekkategória, akkor lesz szinkrontánc, tehát lesz ugye magasabb osztályos, úgyhogy meg formáció is lesz, úgyhogy nagyon várjuk. Remélem, hogy a kisteleki közönségnek is tetszeni fog, sokan eljönnek. A másnap pedig az Egyesületünknek a karácsonyi gáláját rendezzük meg, ahol minden táncosunk fellép egy showtánccal, és szórakoztatja a közönséget, meg magunkat is, és utána pedig ajándékátadás, közben díjátadás, hogy ki lett ebben az évben a junior kategóriában, aki az André és a Melinda kupát fogja megkapni, mert ugye minden évben adunk egy ilyen hát ösztöndíjszerűség, vagy egy ilyen jelleg, tehát hogy tudjanak készülni, vagy legyen egy motiváció a párosnak, hogy esetleg jövőre még jobban dolgozzon. Ezt ugye átadjuk junior kategóriában, ifjúsági kategóriában, felnőtt kategóriában. És ugye a gála az mindenképp, remélem, hogy jól fogjuk ott is érezni magunkat, de nem túl késői. Másnap kezdődik a nemzetközi tábor, oda már nagyon sokan jelentkeztek, ismét nagyon híres külföldi tanárokat fogadhatunk itt Kisteleken. Lesz Olaszországból Fábio Szelmi, aki ugye már többször járt nálunk, akkor Hans Gálke, aki ugyancsak egy nagyon neves tánctanár, meg ugye többszörös világbajnok, ugyanakkor lesz még Fábio Belluccio Szlovákiából, és a párosok már jelentkeztek Romániából, Ausztriából, tehát nagyon sok országból, úgyhogy egy nagyon-nagyon intenzív hétnek vagy hat napnak nézzünk elé, és hát azt mindenképp szeretnénk, hogy ugye kisterekről végre bejöjjenek, és nézzék meg a versenyt is. Ugye a gálára már lehet esetleg belépőket venni itt az irodában, a ProArtnak az irodájában, ugye inkább a hétfőket szerdai napokon, de szívesen fogadunk mindenkit. Szombaton lesz december 2-án a verseny, és másnap ugye a gála, de még azon a délelőttön még rendezünk egy kis művészeti iskolás versenyt is, ugye a mieinknek, akik itt táncolnak Kistereken, úgyhogy tényleg nagyon intenzív lesz az hétvége. Hát az eredmények, most volt ugye a junior 2-es VDSF világbajnokság, ahol a párosunk egyenes ágon tovább jutott, ez azért is fontos, mert ugye a Riedensbe azt táncol, akinek még egy lehetősége van, de ők egyből tovább jutottak, úgyhogy a 36. helyen végeztek végül, ami nagyon jó, ez volt az első világbajnokságuk, és egy erős mezőnybe, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagyon jó eredmény. A kis táncosaink, meg ugye akik most növekednek, még majd csak most kezdték, őnekik is volt egy verseny Budapesten, ahol nagyon sok aranyérmet szereztek, úgyhogy boldogan jöttek haza, úgyhogy annak is nagyon örülünk. Aztán a versenyek januárban ugyanúgy folytatódnak, tehát nem áll meg az élet, egyfolytában minden hónapban lesz verseny, úgyhogy reméljük, hogy a karácsony pihenése telik, és utána lehet újra készülni a szezonra. A városi adventi időszakról kérdeztük Remzső Fanni rendezvényszervezőt. Kisteleken is készülnek az adventi időszakra, ezzel kapcsolatosan kérdezzük Remzső Fanni rendezvényszervezőt. Köszöntelek, kicsit beszéljünk is erről az időszakról, mivel is készültek. Én is köszöntöm a kedves nézőket, mint már több éve idén is megrendezésre kerülnek az adventi vasárnapok, annyi különbséggel, hogy mivel az idén az utolsó negyedik advent vasárnap szentestére esik, ezért az december 22-én pénteki napon fogjuk majd megtartani.
szokásainkhoz híven a különböző vasárnapokon más-más civil szervezetek fogják képviselni magukat, és reményeink szerint majd különböző dolgokkal kedveskednek az ide kilátogató lakosainknak. Emellett a hagyományos karácsonyi vásárunk is megrendezésre kerül. Készülünk nagyon sok újdonsággal, idén újra lesz végre betlehemes házunk, készítettünk a gyerekeknek egy szalmalabirintust, illetve egyéb meglepetések is várnak majd a gyerekekre és a felnőttekre is egyaránt. A programjaink minden advent vasárnap délután 5 órától fognak kezdődni, lesznek különböző műsorok is, ugyanúgy, ahogy a korábbi években is, megtekinthető lesz majd az óvodások műsora, illetve különböző kórusok szórakoztatnak majd bennünket. Ugye adventi ablakokkal is készültök ebben az évben is, pontosan mit is takar ez, és hogyan is lehet jelentkezni, hogyha részt szeretne valaki ebbe venni? Jelentkezni már annyira nem érdemes, mert körülbelül 2 kiadó számon van még. Hihetetlen gyorsasággal kapkodták el az emberek. Ezt most már több éve csináljuk, Vas Rozikával ketten szoktuk ezt így lekoordinálni. Nagyon szeretik a helyiek, egy nagyon kedves kis játék. Igazándiból minden évben nagyon sok olyan család van, aki csak keresgélni szeret, de többen vállalják ezt is, hogy kidekorálják az ablakukat, és egy-egy adventi számként képviselik ezzel magukat, és így létre tudunk hozni egy közösségépítő programot a településünkön, és ezzel egy élő adventi kalendáriummá válunk. Felavatták keresztes nagyanta a szobrát. A rendezvényen a stábunk is részt vett. Felavatták keresztes nagyanta a szobrát és a róla elnevezett teret. A rendezvény kezdetén keresztes nagyantarról megemlékezve celebrált Szabó János Bence istentiszteletet a református templomban. Kedves testvéreim, a mai nap egy örömteli és ünnepi nap, hiszen ma kerül átadásra keresztes nagyanta a szobra és a róla elnevezett tér is. És keresztes nagyantalnak sokat köszönhetik a kisteleti református gyülekezet, hiszen ő volt az, aki rendelkezésükre bocsátotta és találnak után bármit is hagyta a saját tulajdonában álló házat, hogy ez a ház imaházként szolgálhasson. És évtizedekig azon a helyen zajlottak az Isten tiszteletek, most pedig ez az új templom áll ki. Erről emlékezhetünk meg mi is. De persze nem keresztes vagy Antalról szeretnék kódákat zengeni, hiszen Isten megmondta, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, a dicsőségemet nem adom másnak, sem dicséretemet a bábányoknak, tehát semmiképp sem a szóra, sem az ember magasztalásáról van szó. Helyette az Úrért hozott áldozatoknak az áldozat következményeiről szeretnék ma beszélni. Domonis János alpolgármester, a Helyi Értékvidékfejlesztési Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, és idézte fel a régmúltat. Szeretném köszönteni minden kedves vendégünket, az Egyesületünk hagyományok és történeti értékek megőrzése Kisteleken című pályázatának záró rendezvényén, valamint Kistelekvárosi Önkormányzat által elkészítetett keresztes nagyantal szobrának avatásán, és a emléktáblájának megkoszorúzásán. Külön tisztelettel szeretném köszönteni vendéglátónkat, Nagy Sándor polgármester urat. Sipos Ete Zoltán főlelkész urat. És Szabó János Bence lelkész urat. Valamint a református gyülekezet minden tagját természetesen. Megtiszteltetés számunkra, hogy eljöttek Budapestről keresztes nagyantal rokonai. Köszönjük szépen, hogy eljöttek és velünk együtt ünnepelnek. A megvalósítási és kivitelezési oldalról pedig szeretném köszönteni Hegyi Béla szobrászművész urat és feleségét. Magyari Gergő urat, a Piger Kft. Ügyvezetőjét. És a kivitelezésért felelős Habos Tamás urat, műszaki ellenőrünket. Kistelekiek biztosan emlékeznek még, hogy ezeken az ingatlanokat itt mellettünk és a hátunk mögött milyen romos épületek álltak korábban, és most pedig egy szép templomot és hozzájuk tartozó parkolókban gyönyörködhetünk. Ezeket Kistelekvárosi Önkormányzat és a
református egyházközség közös együttműködésének köszönhetjük. Erre a térre pedig a helyi értékvidékfejlesztési közhasznú egyesület nyújtott be egy pályázatot, és szerencsére 17,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyertünk a vidékfejlesztési program keretében. A kivitelezésért a Piger Kft. Volt a felelős, akik augusztus 1-én vették át a munkaterületet, és ezen a héten fejezték be az utolsó simításokat. Úgyhogy most is megragadnám az alkalmat Magyari Gergő úrnak, hogy megköszönjem a színvonalas munkájukat, és különösen a kivitelezés során történt felajánlásukat irányunkba. Az történt ugyanis, hogy a tervek szerint épített pergolákat ők 80-85%-os készültségnél felajánlották a óvodáinknak és általános iskoláinknak, a gyerekek nagy örömére, és a műszaki ellenőrrel, a tervezővel, az önkormányzattal és velünk, mint építetőkkel egyeztetett módon megépítették a hátunk mögött látható pergolát. Ez a pergola már a város képben jobban illő, és a térhatároló szerepét is jobban betölti a parkolók felé, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm a munkájukat. Valamint még szeretném megköszönni Babos Tamás műszaki ellenőr úrnak is a konstruktív és szakmai együttműködését. A pályázat további részéről már nem beszélnék most. Természetesen szívesen állok a sajtó rendelkezésére az ünnepség után, vagy a bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok. Most csak annyit engedjenek meg még nekem, hogy egy pár szóban Keresztes Nagy Antal életútjáról beszéljek, hiszen itt a mellettünk álló utca már róla van elnevezve, ez a tér nem sokára róla lesz elnevezve, és hát most már nem sokára egy új szoborral és egy emléktáblával is gazdagodunk. Keresztes Nagy Antal szentesen született 1850-ben, a középiskola elvégzése után gyógyszerészi pályára lépett, 1877. szeptember 28-án nyitotta meg Kisteleken patikáját, amit Szent Léleknek nevezett el. A kifogástalan, példamutató munkájának köszönhetően megszerezte a település lakosságának szeretetét és megbecsülését. Gyógyszerész hivatása mellett közéleti tevékenységet is végzett. Jelentős szerepet játszott a Kisteleki Takarékpénztár, a Függetlenségi és 48-as kör, a Gazdasági Egyesület létrejöttében, valamint az Iparos és Kereskedő Ifjak Egyesületének megalapításában is. Több mint 50 éven keresztül tagja volt a képviselőtestületnek és az Iskola Óvoda Felügyelőbizottságának is. Irodalmi tevékenysége is jelentős volt, epikus és lírai költőként írt verseket. Vallásos érzületű református, Kistelek területileg az újszegedi református misszió egyházközösséghez tartozott, melynek presbitere és tiszteletbeli főgondnoka volt. Családi házát a Kisteleki Református Egyházközségnek adományozta. Keresztes Nagy Antal 1942-ben hunyt el. Méltó emlékként a mellettem felállított szobrát Hegyi Béla úr alkotása, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni a munkáját. Majd a szoborabató előtt Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere összegezte a napot. Szobrot avatni, templomot létrehozni, teresedést alkotni, az nekem, mint építésznek is és polgármesternek is szerintem egyedülálló alkalom. És azt, hogy egy múltbeli örökséget mennyire becsül egy település, az magáról a településről mond, úgy gondolom, véleményt. Azt gondolom, hogy ritka olyan polgáraink vannak is voltak, akik önzetlenül életük munkáját akarják odaadni valami jó cél érdekében. Ezért azt gondolom, mikor még lelepszelezetlen Keresztes Nagy Antal szobránál állhatunk, borzasztó jó esik a lelkemnek, hogy vannak itt utódai. Vannak itt leszármazottai, akik ugyan nem itt élnek, de fontosnak tartották azt, hogy az egykori gyógyszerész, a református ember
a közéleti ember emléke itt van. Itt van, és itt marad. Hálásan köszönöm, hogy együtt ünnepelnek velünk. Igei köszöntőt Siposete Zoltán, a Szeged Új Szegedi Református Egyházközösség lelkésze mondott, aki köszönetét fejezte ki a város felé a támogatásért. Nekem, amikor Keresztes Nagy Antalra gondolok, akkor az ajándék szó jut eszembe. Egyrészt azért, mert ő ajándékozta a gyülekezetünknek azt a területet azokkal az épületekkel, amik itt álltak, és ami most itt ülünk, vagy állunk. És ezzel az ajándékkal megalapozta az itteni közösségnek az önálló életét. És nagyon remélem, hogy egy kis kihagyással ugyan, de most újra egy önálló református egyházközség tud itt létrejönni. Én már nem az újszegediek missziói egyházközsége, szórványa, hanem egy önálló gyülekezet, önálló lelkésszel, presbiterekkel, gyülekezettel, akik ebben a városban nem csak hirdetik az igét szóval, hanem Jézus szerint élnek, és cselekedetekkel is dicsőítik a mi megváltónkat. Apropó ajándék. Keresztes Nagy Antal maga is ajándék volt. Nem csak a családjának, hanem a nagyobb családjának, Kisteleknek is, sőt, ahogy elhangzott itt az előbb, a mi református egyházközségünknek Szegeden. Annak idején 1928-ban alapították a mi újszegedi gyülekezetünket, és nem csak az újszegedieket, hanem magába foglalta itt az akkori Szeged környéki településeket is ez a gyülekezet, és így tartozott oda Kistelek is. És ennek a gyülekezetnek ugyancsak elhangzott, a tiszteletbeli főgondnoka volt Keresztes Nagy Antal úr. És minden emlék, ami róla fönnmaradt, azt tükrözi a presbiteri jegyzőkönyvekbe, hogy ő egy istenfélő ember volt, egy Jézus Krisztust és az egyházát szívből szerető ember. És ilyen emberek ajándékok. És ezekért az ajándék emberekért nekünk hálát kell adni. És az ajándék szóról még egy dolog, Istennek a legeslegnagyobb ajándéka Jézus Krisztus. Az egész Szentírás ezt hirdeti, ezt tükrözi, és ezt valljuk, ezért van itt ez a gyülekezet, hogy őt hirdessük elsősorban, mert Isten általa és az ő véréért békült meg velünk, és fogad el bennünket, megbocsátva az ellene való lázadásainkat. Érette, fogad el minket, és árasztja ránk további ajándékait. Áld meg bennünket, így mondjuk kegyes nyelven. Ezért oda érek el végül, hogy Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, mert az azt jelenti magyarul, egyedül Istené a dicsőség. A reformátusoknak az egyik jelmondata ez, és most is örömmel ismétlem, Soli Deo Gloria, Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért, aki meghal, de feltámadt és él, és minnyájunknak egy boldog, értelmes, teljes életet tud adni itt a Földön is, de örök életet is tud adni az őt követőknek, a benne bízóknak. És Soli Deo Gloria Keresztes Nagy Antal életéért, amit rajta keresztül nem csak egyházunk, hanem ahogy hallottuk, az egész közösség itt kapott éveken keresztül. És Soli Deo Gloria azokért az anyagi ajándékokért is, amit rajta keresztül kaptunk mindnyájan. Egy emléktábla is van a templom oldalán, az a régi emléktábla, ami a régi épületen rajta volt. Most a Márvány Kft. Jóvoltából megtisztult, és szépen, szakszerű módon felszereltetett a templomunk falára. És egy kicsit azért is van ott, mert mi ide tervezünk egy parókiát, egy lelkészlakást, egy gyülekezeti termet is. Elég nagy telkünk van. Onnantól kezdve, a kőfaltól kezdve, egészen odáig a parkoló végéig, és ott a következő házi, van hely.
Tehát szeretnénk egy lelkészlakást is építeni, megvannak a tervek, és van egy gyülekezeti terem, egy közösségi terem, amit szeretnénk még felépíteni. És ennek az egész központnak az lenne a neve, így tartjuk számon, Keresztes Nagy Antal Református Missziói Központ. Tehát nem csak a tér lesz, nem csak egy emléktábla, nem csak egy szobor, hanem reméljük, hogy megadja Isten. Imádkozunk érte, és dolgozunk érte, hogy ide felépülhessen ez a missziói központ, ahonnan a gyülekezet lelkésze és a gyülekezet maga el tudja látni a környező településeken élő reformátusokat, ahol egyelőre nincs még gyülekezet. De vannak reformátusok. És vannak nem reformátusok is, akiknek lehet, hogy egyszer szimpatikus lesz a református gyülekezet, és szívesen csatlakoznak. Meg is hívok mindenkit szeretettel ide a közösségbe, aki úgy érzi, hogy szívesen jön közénk, szeretettel látjuk itt a közösségünkben. Majd Síposete Zoltán, Nagy Sándorral, Szabó János Bencével és Hegyi Bélával közösen leplezte le Keresztes Nagy Antal szobrát. A felavatott emlékműnél ezután virágot helyezett el a település polgármestere és a volt patikus, református főgondnok még élő rokonai. Ezután Síposete Zoltán, Szabó János Bence és Nagy Sándor polgármester hajtottak fejet és koszorúzták meg az emléktáblát. A délután folyamán a téren fellépett az Újszegedi Református Gyülekezet énekkara és harangzenekara, a Cuhári Néptánc Együttes és Baranyi Ildikó mesemondó is.